Tanvele 15 percet, kicsit trappoltam vele, pindurka be melegítésként, és most kiraktam ide. Egy lordika, elérésen túl van, bíztattak, hogy ki lehet rakni, mások is. Csak hát félek, ha majd beindul esetleg, vagy kosz ne menjen oda, meg ilyesmi. Jó, egyenlőre itt vagyok. Lordika, szabad vagy, drágám, egy kicsit, amennyire adik engedi. Végül volt pedig ma. 2 hete körülbelül. Lehet, hogy nem. Első lesz, hogy majd fekszik talán. Érkezik Fani Szürke. Jó van, apucim, na. Még fő se fogja, hol van. Hopp, jó van. Ilyen nyugin elindult. Hát, anya, féltem már helyből padlót fogsz. Síbazd meg. Új, akkor csí, amikor ment. Földem, messze vagy, voltunk. Berakod nekem a motornak a izébe. És a izét nem hoztál, a kajás edényt. Jó, oké, jó, csak hogy tudjak a legközelebb is hozni, én hozok. Oda bele abba a buzis táskámba, majd mindjárt mennek. Jó, mehetsz. Alika, tündér. Nagyon cuki. Jó, Zsófika, lejössz majd ide hozzám, ide. Érted, onnan lesétálsz ide, jó? Nyereggel. Tudom, hogy miért. Mert fölmegy a Tamával, vezet Csikóknak. Jó. Melyik túli a raport? A végén mennek majd a Tóbira. A Csikók után. Már így kitalálgattam. Megvárom itt a kislányt. A Pejt Katának meg kell, hogy zavarja. Na, lordikám. Ő volt a Herélt Attila. Ő. És azt mondta, ki lehet rakni. Nem bírtam lonjozni sajnos. Szaladgáltam vele. Elmondom neked, semmit nem csinálnak vele. Elmúl a bódolás, utána ugyanúgy mehet. Jó, csak a fertőzés miatt kosz, sár van, minden franc. Attila, etetsz ma este? Jó, majd megbeszéljük a részleteket. Na, egyenlőre el van itt. Az a jó a sétálgat, de be fog majd ő indulni. Nem bírtam lonjozni, szaladni, már szaladtam annyit vele. Most is megmozgattam egy kicsit, így lonjon, illetve szaladva aztán. Hát ég és föld neki kijöhet, szegénykém. Jó van, kicsim. Anyádat majd fölhívjuk. Aztán majd elkezdesz dolgozni kicsit, nem úszod meg itt a dolgokat. Ez anyám. Na, mi van? Azt hittem, frissebb lesz egyelőre, de hát még csak gondolkodik ő.